Kedves nézőink, hát nem fogunk elrugaszkodni a szakszervezeti témáktól, van aktualitása. Boros Péternél köszöntöm, jó reggelt kívánok, az MKKS elnökét. Jó reggelt kívánok. Olvasom az újságot, és olvasom, hogy hát kormányrendelet megjelenik éjszaka, és hát minisztériumi főosztályvezetőnek lenni, mostantól osztályvezetőnek lenni, mostantól ez egy nagyon jó dolog lesz. De mi van a többiekkel, kérdezem én? Jelentős béremelés. Tehát hihetetlen számokat hallok, hogy akár 2 millió forint is felemelkedett egy főosztályvezetőnek a fizetése. De mi van a többi dolgozóval? Igen, ez eddig is így volt. Egy pici eltérés van, az alsó sávokat hozták, korrigálták, és a hosszabb távra szóló elképzelésünkből valamit figyelembe vett a kormány, de csak papíron, és egyelőre csak ezt a részét, mert eddig is az volt a problémánk a kormánytisztviselői jogviszonnyal, hogy csak a munkáltatónak van benne garancia, a munkavállalóknak semmi, és a területi közigazgatásban ugyanazokról az alacsony keresetekről tudunk továbbra is beszámolni, amik a garantált bérminimum és 500 ezer forint bruttó közé esnek. Tehát magyarul ez egy lehetőség majd egyszer, amikor az úgynevezett társadalmi vita lezárul, mert a társadalmi vitára bocsátás egyetlen egy dologban történt meg az általunk javasoltakkal szemben. Ezt a bizonyos magas keresetet a kormány hozta nyilvánosságra. Pontosan az az ellentmondás lényege, hogy bértömeggazdálkodás van, és eddig is az alacsony keresetek miatt megtakarított forrás a területi közigazgatásból 6 hónap után föláramlott a központi közigazgatásba, ott annyi bért adtak eddig is, ezek csak sávok. Ez nem garancia. Amennyit akartak, amennyit megspóroltak a területi közigazgatásban, és ha látta ezt a bizonyos hát kormányrendeletet, illetve azt a kommunikét, amit az MTI-vel tegnap eljuttatott a kormány, és több helyen is lehetett látni, abban az is szerepel, hogy mennyire alá van támasztva, amit mondok, hogy kizárólag a létszám megtakarításból származó forrás használható föl ezeknek az úgynevezett óriási fizetéseknek az alátámasztására. Tehát magyarul, abból, amit mi szerettünk volna elérni, jelen pillanatban még nem sok mindent látunk. Egyetlen egy dolog biztos, hogy az a 25%-os inflációt ellentételező keresetnövelés, amit mindenkinek követelt a szakszervezet és a többi szakszervezet is együtt, az egyelőre nem látszik, mert ha látszana, akkor valószínűleg a tegnapi MTI kommunikében már beletették volna. Semennyi nem látszik, hogy óriási mértékűen emeli a kormány a területi közigazgatásban dolgozók fizetését. Tehát mi két dolgot követeltünk, egy rövid távú inflációt ellentételező tisztességes bérrendezést, és egy hosszabb távra szóló, az életpályát úgynevezett megfelelő módon alátámasztó keresetrendezésre vonatkozó tárgyalásokat. Most pénteken a kormány nagyon szorgalmas, mert két érdekegyeztető fórumot is összehív. Az egyik a közszolgálati érdekegyeztető fórum, ami ebben illetékes, amiről beszéltem, és az országos közszolgálati érdekegyeztető tanács a másik, amely pedig a közszférára vonatkozó költségvetési források biztosítására irányadó testület. Mi mind a két fórumon részt veszünk, és mind a kettőre kiemelten készülünk két dologgal. Az egyik, hogy mindenkinek, aki közszolgálatban áll, és nem emelték a fizetését az állam, mint munkáltató, az áremelkedések hatását, az inflációt ellentételezze, tehát ez a bizonyos úgynevezett 16%-os reálkeresett csökkenés, az menjen át legalább plusz reálkeresett növelésbe, tehát már így is benne vagyunk az évben, mert ha egy most elhatározott illetmény növelés megtörténik, már akkor is csak vagy visszamenőlegesen tudja megtenni a kormány, vagy pedig az éves hatását tudja csak biztosítani, de úgy telt el 3-4 hónap, hogy bizony ez az óriási áremelkedés, ez sajnos érvényesült, és hát el kell, hogy mondjam, nem szégyen az, hogyha szegények a
közszolgák. El kell, hogy mondjam, hogy mindenütt óriási gondban vannak a különböző hitelek kamataival, a megfizetésével, a napi megélhetéssel gondok vannak, kikapcsolási felszólítók vannak, és hát ez azért, hogy is fogalmazzak, egy kimondatlan elvárás volt az állam részéről, hogy ilyenek ne forduljanak elő az államszolgálatában. Hát előállította az állam sajnos ezt most azzal, hogy nem segítette meg egyelőre a közigazgatásban, illetve a közszolgálatban dolgozókat. Azt nem értem, hogy az teljesen világos, amit el tetszett mondani, hogy ezeket a magas béreket a létszámgazdálkodásból próbálják kiegyenlíteni. De akkor kérdezem én, akkor csak úgy lehet kiegyenlíteni, hogyha azt mondjuk, hogy hát itt felesleg lehet, mármint létszámot tekintve, de nincsen, sőt, akkor hogyan, nem is értem ezt az egészet, nincsen elegendő közszolga. Vagy van? Nincs. És ezzel sajnos vissza is él a kormány. Most ezzel, amit ön elmondott, ezzel gyakorlatilag azt idézi elő, hogy az a munkaidő keret, amiben ezek az emberek dolgoznak, az sajnos, és az a felelősség, amit a saját munkakörükért egyszer aláírtak munkaköri leírásban, amikor őket felvették, az sérül, mert többet kell dolgozniuk rendszerszerűen, mert egyszer-egyszer lehet ilyen helyzet, hiszen arra találták ki a helyettesítés intézményét, hogy ilyenkor bizony belép ez a dolog, de ellentételezik. De itt nincs ellentételezve, rendszerszerűen nincs ellentételezve, másrészt pedig a munkaidő tartósan egyébként is felemelésre került a kormányállattal 4 évvel ezelőtt, tehát itt nem 8 óra a napi munkaidő, hanem 8,5 egyébként, mert az ebédidőt kívülre helyezték, elvettek egy csomó szabadságot, tehát ezzel már önmagában is óriási sérelmet okoztak az itt dolgozóknak. Tehát én azt gondolom, hogy a kormánynak el kellene azt felejteni, hogy amikor azt mondja, hogy magunkon kezdjük, mondta ezt a miniszterelnök úr, akkor nyilván arra gondolt, hogy ezekkel az emberekkel kezdi, mert legjobb tudomásom szerint az ő fizetése és a vezérkar fizetése, a közigazgatás vezérkarának a fizetése már január 1-től rendezve van az átlagkereset emelkedésének a mértékében. Mi semmi többet nem szeretnénk, mint hogy az összes többi kollégája, aki bérből és fizetésből él, ugyanúgy ne kelljen kuncsorognia, kapja meg ezt a bizonyos átlagkereset emelkedés mértékét. Azt tessék részletről megmondani nekem, és ez még először mondott, tehát egyel ezelőtt mondott, nagyon foglalkoztat engem, hogy egy településsel lakom, és valamiért én megszorulok, és be kell mennem a hivatalba, hogy valami segítséget kapjak, segélyt, vagy akármit. És velem szemben ül az ügyintéző, akinek segítséget kéne nyújtania nekem, meg segíteni az ügyemet, és ugyanabban a cipőbe jár, mint én. Ez valami egészen szörnyű. Tehát, hogy nem is tudom, hogy mennyire rombolja az embernek a mindenét, a saját maga megítélését. Hát igen, ez egy rendkívül sajátos logika sajnos a kormány részéről, mert a teljes közszolgálatban így van, ahogy ön mondta, amit az imént mondott, az egy önkormányzati hivatal, és igen gyakran oda tudnak helyben fordulni a problémával, és úgy van, ahogy mondja, hogy mindenki, aki ott dolgozik, a legjobbat szeretné adni a település lakosainak, és sajnos hát ő háttérbe szorul, és a sor utolsó pontjain van. Nehéz, de bele tud érezni, hogy milyen gondban van az ügyfél, de hát ez azt gondolom, hogy így nincs rendjén, és annak nagyon örülök, hogy egy olyan irányelv kerül hamarosan, már elfogadásban megvan, csak hatályba nem lépett, amely ezeket a bérdiszkriminációs elemeket kötelességként ki fogja iktatni, és ezzel óriási gondja lesz a kormánynak valamennyi jogállásban, mert be kell tudni mutatnia a nők és férfiak bérének a differenciáját, be kell tudni mutatni az azonos munkakörben dolgozók bérének a differenciáját, és amikor
tételezzük föl, hogy ezt nem teszi, és kártérítési perrel fordul valaki igénnyel a bírósághoz, akkor a bizonyítási teher, hogy nem tette meg, ez a kormánynál lesz. Tehát egy ilyen irányelv várható, mi nagyon várjuk, nagyon készülünk, mert azzal, amivel kezdtük, ez a bizonyos kormánytisztviselői jogállás fenekestül felfordítható lesz vele, mert jelen pillanatban minden titkos, semmire nincs garancia, és ebben a bizonyos irányelvben az is benne van, hogy jogában áll megtudni a nyilvánosságra hozni a saját bérét, megtudni a többiét, és amikor ezzel kapcsolatban mondjuk tételezzük fel, hogy 5%-nál nagyobb a differencia, akkor le kell, hogy üljön a kormány a munkavállalók képviselőivel. Tehát számos olyan dolog rendeződik végre egész Európában ezzel az irányelvvel, ami nekünk lényeges segítséget fog adni. Én szerintem, szabad ezt mondom, ez a legfontosabbak egyike, amit most az előbb elmondott, ellenben remélem rövidesen tudjuk folytatni a beszélgetést, akkor megtudjuk, hogy mire jutottak most pénteken, vagy mire jutnak majd pénteken. Úgyhogy megfenyegetem, visszavárjuk a lehetséges, és köszönöm, hogy itt volt. Örömmel jövök, köszönöm szépen. Kedves nézőik, most híradó jön, és a híradó után természetesen újból várom önöket itt a Pirkadatban. Addig is legjobbakat!